Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. 2019-ben a Magyar Haltani Társaság kezdeményezésében a Vörös Szárnyú Keszeg nyerte el az év hala címet. Mai adásunkban magát a programot, valamint a nagy népszerűségnek örvendő halfajt ismerhetjük meg részletesebben. Vendégem Weipert András, a Magyar Haltani Társaság kommunikációs megbízottja. Köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Milyen múltra tekint vissza ez a kezdeményezés, mióta választják meg az év halát? A kezdeményezés az 2010 óta országos, úgymond, tehát akkor indult el úgy a szavazási metodika, hogy bárki le tudta adni a szavazatát a magyar lakosság részéről. Ekkor döntött ugye a Magyar Haltani Társaság, hogy akkor minden évben három őshonos halfajt kiválaszt, és a három őshonos halfaj közül a lakosság által adott voksokból kerül ki az év hala, amely a következő évben lesz a Magyar Haltani Társaságnak úgymond a címer faja. Ezt fogjuk a legtöbb rendezvényen majd ismertetni, ennek az ökológiáját, természetvédelmét, ha olyan fajról van szó, valamint a körülötte lévő nemzeti hagyományokra is egy picit próbálunk feleleveníteni, ha lehet így mondani. Mi a legfontosabb célja a programnak? Ezek alapján nem feltétlenül vannak tisztában a magyar lakosok az őshonos fajokkal, vagy esetleg más áll a háttérben? Nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy Magyarországon például az Unióhoz képest nagyon-nagyon sokan horgásznak, a lakosság száma az vetített. Tehát nagyjából egy olyan 500 000 emberről lehet beszélni, aki napi szinten úgymond a vizek partján mozog. Ahhoz képest a Magyarországon fogható halfajok száma nagyon alacsony, ahhoz képest, hogy mekkora a magyar halfauna. Tehát a Magyar Haltani Társaságnak egy kiemelt fontos célja, hogy a nem fogható fajokat is úgymond népszerűsítse, és közötte vannak olyan fajok is, amelyek korábban mondjuk a gasztronómiában értéket képviseltek, de mára vagy védettek, vagy fokozottan védettek, tehát abszolút kiesik az úgymond átlag magyar lakosnak a látóköréből. Nagyjából mekkorára tehető ez a szám? Tehát hány őshonos hal van Magyarországon? Az őshonos fajok számát 56-ra tudom most nagyjából deklarálni, amire azt tudjuk mondani, hogy rendszeresen előfordul a hazai vizekben. A fajszám, amit őshonosnak nevezünk, a Kárpát-medencében is folyamatosan változik, mert vannak olyan fajok, amelyek az Alpok térségéből kerül be, tehát például a gyöngyös koncél, ami nagy árhullámok idején előszokott fordulni a Dunába, ott Tisza felső vízgyűjtőn is előkerülnek néha fajok, de a halfajok száma az ma már Magyarországon a 100 fölötti létszámot eléri, ez elsősorban a különböző idegenhonos fajoknak köszönhető. Melyek voltak a versenytársai a Vörös Szárnyú Keszegnek? Idei évben ugye a szavazás mindig úgy zajlik, hogy a Magyar Haltani Társaságnak a vezetőségi három őshonos halfajt terjeszt föl a szavazásra. Ebből egy általában védett, az idén volt a szivárványos ökle, valamint van általában egy horgászati célból reprezentált faj, az idén az sebespisztráng volt, és a következő pedig egy olyan halfaj, amely fogható is, közönség által nagyon-nagyon preferált, néphitben benne van, tehát ingyen egy került be a Vörös Szárnyú Keszeg harmadik halfajként. Hogyan zajlott maga a program? A program a szeptember végén lett meghirdetve, hogy na, ezekre a fajokra lehet szavazni, úgyhogy akkor indult az interneten egy szavazás a Magyar Haltani Társaságnak a honlapján, és akkor attól a perctől kezdve, hogy kiderült, hogy melyik az a három faj, és felkerült a listára, onnantól kezdve már özölöttek befelé a szavazatok a honlapra, és érdekes volt, hogy idén majdnem sikerült a tavalyi teljes voks számot megduplázni, ami azért egy eléggé nagy jelentőségű a Haltani Társaságnak a történetében, mert több mint 11 ezer voksot sikerült így összeszedni, nem egészen 3,5 hónap alatt. Ha jól tudom, egy személy nem megengedett módon is igyekezett befolyásolni a szavazás eredményét, ám ez nem sikerült. Mi történt pontosan? Hát érdekes módon november közepén kapott a sebespisztráng egy olyan nagy létszámú szavazattömböt, ami egy pár nap alatt jelentkezett a szavazatrendszerben, de az informatikusok egyből jelezték, hogy itt valami nem megengedett módszerhez folyamodott valaki. Ez sikerült kiszűrni, de valójában ez nem befolyásolta a szavazásnak a végső kimenetelét. Abból a szempontból igen, hogy a második, harmadik helyen lett volna egy csere, de a Vörös Szárnyú Keszeg azt olyan magasra nyerte idén a szavazást, tehát az ő pozíciója nem forgott veszélyben. Ennek az ügynek lesz bármilyen folytatása? Én azt tudom mondani mindenkinek, hogy aki ilyen szavazást folytat, tehát ugye a Madáton Egyeset az év madara, van az év rovara program, az év fája, tehát ott mindenki, aki ilyen honlapot üzemeltet, és bármi lehet szavazatokat leadni, figyeljen erre, tehát egy informatikus álljon mögötte, és próbálja meg a szavazatokat, nem minden egyes voksot, de amikor olyan hirtelen nagy mennyiségű voks érkezik be egy-két nap alatt,
ami kiugró, annak érdemes utána nézni. Tehát ebből a szempontból mi is tanultunk belőle, meg minden más szervezetnek, aki ilyen programot indítanak, szerintem ez egy jó indukáló tényező, hogy erre ezzel kell figyelni. Miért különleges a vörös szárnyú keszeg? Mi állhat annak a hátterében, hogy ilyen fölényesen aratott győzelmet? Ugye sokszor elmondjuk, hogy a vörös szárnyú keszeg az ugye magyar néplabban is megvan énekelve, hogy hely halászok, mit fogott a állótok, csak kizárólag vörös szárnyú keszeget, tehát ez egy nagyon-nagyon régi mendemonda, ami benne van, hogy tényleg valamikor a vizekben ez a faj tömeges volt. Amiért nagyon érdekes a faj, mert a hazai élőhelyeinek a jelentős része kezd eltűnni az utóbbi évtizedekben, ugye a klímaváltozást is ide lehet sorolni, de a vizeink mellett a szélsőséges klimatikus hatások is oda vezetnek, hogy azok a sekélyvízű felmelegedő zónák, amely mind az állóvizeknél, mind a folyóvizek mellett jelen vannak, holtágaknál, különböző csatornák, azok kezdenek eltűnni. Úgyhogy emiatt a faj úgymond egy ilyen jó reprezentáló is a hal közösségre vetítve, hogy azért ennek a fajnak hiába volt korábban tömeges az állománya, ma már egyes vizekből szinte teljesen eltűnt, ami azért nem volt várható az elmúlt évtizedeknek a halas kutatásai alapján. Hogyan járulhatunk hozzá a védelméhez a hétköznapok során? A védelme az nagyon egyszerű lenne, hogyha megfelelő vízgazdálkodást lehetne folytatni úgy, hogy akkor mindig maradjon valamennyi víz a mellékágrendszerekben, mondjuk a Duna esetén, valamint a csatornákat ne szárítsuk ki teljes mértékben a nyári asszályos időszakokban, tehát a víz visszatartás az nagyon fontos a faj számára. Ugyanakkor biztosítani kell az, hogy az egyes élőhelyek, amelyek mondjuk elszeparáltan vannak, egy levágott kubikötökre gondolok, az ne kerüljön mondjuk martalócsal szemétlerakóknak, hanem az maradjon meg ugyanúgy egy természetes élőhelyként. Akár itt a Rákospatakban is előfordul? A Rákospatakban is megtaláltuk többször a fajt. Általában ilyen nagyon-nagyon lassú áramlású zónákba vonul vissza, de az állomány az úgy néz ki, hogy inkább a gödöllői halastavak felől lesodródó példányokból áll, és ahol meg tud maradni a faj, ott egy rövidebb, hosszabb ideig, ha jó számára az élője, akkor meg tud maradni. Az előfordulásából kifolyólag mi jellemzi a táplálkozását, illetve az életmódját? Nagyon összetett a fajnak az ökológia egyébként, ahhoz képest, hogy mekkora az elterjedés, és hogy mennyire gyakori Magyarországon, ahhoz képest nagyon érdekes, hogy például a legnagyobb szúnyoglárva fogyasztó a hazai vizekben, ugyanakkor, ami például nagyon szedik a kerti tavakban a kertító tulajdonosok is tartani, mert a fonalas algákat, meg a különböző kisebb algafajokat is nagyon-nagyon ügyesen a felsállás szájával el tudja fogyasztani. Emellett viszont rendkívül sok magot is elfogyaszt, tehát vízi növények terméseit szedegeti le, úgymond, és ezáltal még a tápcsatornájában, ha nem is kell mindéket megemészteni, akkor például a magoknak a terjesztése, tehát a növényfajnak a terjesztésében is a víztesben nagyon-nagyon jól közre tud működni. Mi jellemző a szaporodására? A szaporodására az jellemző, ami kifejezetten jó mutatja a fajnak a komplex ökológiát, hogy vízi növényeknek a szárára rakja az ikráit, tehát nem az ajzatra, nem a nádra, hanem kifejezetten a hínárfajokat preferálja, és ezért fontos például úgymond a hínárgazdálkodás megfelelő fenntartása egy víztestes esetén, mert ha az eltűnik, akkor a fajnak az teljes állományát ki lehet írtani egy-két éven belül, tehát ebből a szempontból is nagyon jó a fajnak úgymond a bemutatása idén. Ugye a neve is már árulkodó, hiszen vörös szárnyú keszeg, mégis laikus szemmel hogyan ismerhetjük fel, miről ismerhetjük fel ezt az állatot? Három halfaj van, ami úgymond a vörös szárnyú, bodorka, leánykoncér hármas, amit úgymond könnyű összekeverni, fiatal korosztályoknál is. A legjobb megkülönböztető bélyeg az, hogy a szájállást megnézzük, a vörös szárnyú keszegnek a három faj közül egyedül van felsőállású szájája, a bodorkának közép, a leánykoncérnak alsóállású, ez jól mutatja, hogy hol táplálkozik a vízrétegben. Valamint nagyon jellegzetes tényleg az úszonyának a vöröses mintázata, és ez mindegyik úszonyára jellemző. És a has alatti úszó, valamint a hátúszójának az eredése az elcsúszik, tehát a hátúszó az hátrébb ered, mint a hasúszó, a másik két fajnak pontosan egy vonalban ered. Tehát a fiatal egyedet lát az ember, ami nagyon nehezen elkönyvtett, tényleg specialisták is néha egy percekig tudnak rajta vitatkozni, hogy akkor most ez egy bodorka vagy vörös szárnyú keszeg. Ez a pár bélyeg alapján nagyon gyorsan ki lehet szűrni, hogy akkor melyik fajról van szó. Így, hogy az élőhelye igencsak átalakul és eltűnőben van, milyen szerepet tölt be a horgászatban? A horgászatnál tényleg abból a szempontból nagyon fontos, hogy az egyik legkönnyebben megfogható halfaj. Tehát, hogyha gyerkőcünket szeretném megtanítani horgászni és megszeretetni vele a természetet, akkor a vörös szárnyú keszeg, mivel szép esztétikus halfaj is, könnyen fogható, ezért tényleg az első úgymond ilyen lépcsőfok lehet a horgászatnak
a megszeretetésében a gyerkőcök számára. Nagyon fontos abból a szempontból, hogy ha tömeges a faj egy adott víztesben, akkor a ragadozóknak kifejezetten fontos táplálék, és itt nem csak a halakra gondolok, hanem hüllőkre is, kétéltőekre is, tehát a békafajok és a, mondjuk a kockássikló, vízisikló is erőszeretettel fogyasztja, valamint felső vízétekben mozogva számtalan gázló madárfaj, tehát gémfélék, gólyafélék, azok elsősorban tudnak ezzel a fajjal táplálkozni, hogy tényleg tömegesen vajon a víztesben. Akkor gazdaságilag kevésbé tölt be jelentős szerepet? A népdalból kifolyólag a hálóban akadt, azt is jelzi, hogy hát nem fogott más, csak más, mint vörösszárnyú keszeget, de a gazdasági értéke ebből a szempontból úgy mondom minimális, viszont tényleg horgászati szempontból lehet a fajnak értéke, természetvédelmi szempontból lehet, meg környezetvédelmi szempontból, mert rendkívül sok mondjuk olyan inváziós növényfajnak a magját elfogyasztja, ami a fajnak a terjedését gátolja, szúnyogi lárvafajokat nagyon nagy tömegben fogyaszt el, ragadozóknak nagyon jó táplálék, tehát nagyon komplex a fajnak a helyzete egy-egy víztesben, ahol tényleg jelen van, úgyhogy ebből a szempontból én azt mondom, hogy gazdaságilag fontosítani nem lehet, de ökológiai szempontból nagyon, nagyon jelentős fajról van szó. Akkor csak, hogy nyomatékosítsuk, érdemes visszadobni, hogyha egy ilyen halat fogunk ki. Az embernek ugye elgondolkodik rajta, hogy akkor mit vegyen egy mondjuk egy áruházláncban valamilyen zacskós halat, vagy mondjuk hazavigyen 3-4 vörösszárnyú keszeget, amit frissen beírdalva elképesztően finom tud lenni. Én azt mondom, hogy inkább a másikat válassza, de mértékkel. Tehát nem kell ezzel letetni a szomszédot is, meg a macskát is, hanem saját étkezési célból, hogyha hazavizhat, azt nyugodtan tegye meg, és tényleg nagyon jó minőségű húsa van, kicsit szálkás, de megfelelően elkészítve viszont tényleg jól fogyasztható. A közeljövőben milyen programjai lesznek a Magyar Haltani Társaságnak, ahol részletesen is megismerhetjük ezt a halfajt? Ugye minden év március 20-án 2017 óta már a Magyar Hal napja rendszerességgel előfordul mindenféle környezetvédelmi és mezőgazdasági programban, tehát itt nem csak az akvakultúra, hanem a hazai természetes halfaunát is a Magyar Haltani Társaság próbálja bemutatni és versenyre kelni a különböző egyéb szervezetekkel, hogy akkor erre is rá kell koncentrálni, hogy milyen fajaink vannak Magyarországon. A Magyar Haltani Konferencia az ugye általában március második felében szokott lenni, ott biztosan a fajra többen ki fognak térni kutatók közül, hogy akkor mi a fajjal kapcsolatos legújabb ismereteink. Valamint a különböző rendezvényeket, a Madarak és Fák napja, a Föld napja rendezvényeken, ahol a Magyar Haltani Társaságnak a képviselői jelen vannak, ott mindenhol próbálják a fajra ráhívni a figyelmet, hogy na, van egy ilyen gyönyörű szép halfajunk, amelyet közösen kell megóvnunk. A program továbbvitele mellett milyen tervekkel fog hozzá az új évhez a Magyar Haltani Társaság? Hát mindenféleképpen arra kell koncentrálni, hogy a Magyar Haltanságnak ugye az első legeszi a magyar halfajok kutatása és az ott szerzett ismereteknek az összegzése. Tehát minden évben a periódika, a Pisces Hungarici kötet, ami magyar nyelven jelent meg, az elsősorban két célt szolgál. Az első, hogy tényleg a magyar halas tudománynak a legújabb eredményeit reprezentálja nagy érdemű felé, mint a magyar szaknyelvnek a megőrzése. Tehát ugye a magyar tudomány is egyre inkább abbra megy, hogy angol nyelven publikáljanak a kutatók, de ugyanakkor ennek a szaknyelvnek a megőrzése nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha belegondolunk, Herman Otto is magyarul írt, valamint akár Solymos Edennek a Dunai Halászatok című könyvei, az olyan monográfiák, amelyeket nagyon-nagyon nehéz lenne mondjuk angolul lefordítva kiadni, mert nem biztos, hogy olyan nagy értéket képviselne, de viszont magyarként azt mondja, mivel a mi kultúránknak a része, a mi ökológiai hálózatunknak az úgymond az első dokumentált eredményei, ezért nagyon fontos a magyar szaknyelvnek is a megőrzése. Ezt kinek szól legfőképpen? Mindenkinek. Én azt tudom mondani, hogy annak is, aki elkezd ismerkedni a halakkal, tehát legyen az mondjuk egy kezdő horgász, mert a magyar nyelv jó voltából sokkal könnyebben jut új ismert anyagokhoz, hogyan tudja a saját horgászvizén megóvni azokat a fajokat, amelyek jelen vannak, tehát a halgazdálkodók számára is nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a döntéshozók részére is, tehát a minisztériumok, nemzeti parkok számára is kifejezetten fontosak azok az információk, amiket a Haltani Társaság éves konferencián elhangzanak és publikálják az ott dolgozó szakemberek, valamint abból a szempontból is nagyon fontos, hogy azok a leendő kutatók, leendő természetvédelmi szakemberek, akik az egyetemi padokba vagy már bennülnek, vagy be fognak ülni, azok nem biztos, hogy olyan könnyen az angol szaknyelvvel el tudják sajátítani a saját szakmai képesítésüket, tehát ők elsősorban magyar nyelven fogják az első információkat megkapni arról a szakterületről, amivel foglalkoznak, és hogyha már lát egy magyar szakszöveget, és az alján ott van egy kis angol nyelvű összefoglaló, sokkal könnyebben fogja a kétnyelvű publikálást is a későbbiekben elkezdeni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat és megosztotta velünk mindezt. Én köszönöm, hogy itt láttam. Önöknek, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét Zöld közelben, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!